A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szevasztok srácok, itt vagyunk Istvánnal, Forza Motorsport 6. Hello! És Spa-Francorchamps, Mihelis Norbert, zengő motoros Ottójával. Motorsportos, hat kör. Ez egy 6 kör, két pit, és ez egy Honda Civic, azt hiszem, igen, ugye? Igen. Sok sikert, Patrick! Neked is! Köszönöm! Jó, de random nekem... srácok az indulás! De nekem miért van az, hogy nézzek, mindenki hagy le? Nem tudom, opá! Opá! Aj, de szélesen veszem! Lehet, hogy az a jó ötlet, aha, kicsit kijöttem. Szóval azért belefér. Előttem vagy! Ja! Atya, úristen, Patrick! Jaj! Jaj, Istenem, mit vannak előttem? Ez nem jó! Ááá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 
Az a baj, mindjárt jön a féktáv. Mi ez, Patrik? Jézus, a közeledek fel! Áááá! Meghalok, hallod? Jó, Istenem, nem merem nyomni, nem meg, igaz. Hol kell fékezni? Á, korábban fékeztem, nem merem. Nem merem, mert... Rekt lesz belőle. Azaz, én abban vagyok. Jézusom! Az meg... Mi történt? Á, beraktam rükvercbe! Hogy áll a kormány? Baszki! Jó, nem baj, megyek. Biztos? Jó, menjen, persze. Tuti? Igen, csak előttem kiforgott a csávó. Azt én nem tudtam, mit csináljak, tudod, mert kivettük azt egyébként, hogy szellemautó legyen. Nem baj, innen szép feljönni. Ó, basszus, már kapkodok. Fú, gyerekek. Ja, és min is van? Milyen nehézségen, Isti? Mert azt expert raktuk, igen. Azt eltévesztettük múltkor, csak hogy... Igen, akkor is expert volt, az nem újdonság. Hű, hallod, ötödik helyen vagyok. De jönnek a seggembe. Ah, fogsz te majd ott szenvedni. Fogok én. Most még egyre örülök, csak azon nekem még föl kell majd hoznom, hogy az ötöket végig kell venni. Hű, hallod. Itt olyan, hogy szélárnyék, életveszély. Esélytelen tartani. Srácok, amúgy azt mondtuk, hogy két pit stop van, mondtuk. Mondtad. De kell kimenni. Á, bassza meg, homokágy. Jó? Hú, megcsúszott előttem a negyedik, baszki. Takaradj! Hogy hoztad onnan ki, te jó Isten? Az a csáv az nagyon keményen visszahozta onnan. Durva akciókba vagy. Csak most arra kéne figyelni, nehogy kilökjön, jó. Hát az a legszebb dolog ebben a játékban, ilyenkor erre figyelni. Tudod, amikor úgy annyira vagy mellette, hogy nem látod, mert hogy fordulsz meg, de ahogy elfordulsz, kilök. Jó, hát nyilván nem direkt lök. Jaj, ne! Na már pittelnek páran. Ne! Bazeg is megforgat a pit előtt. Azaz, gyere bele, azaz! Látlak, ja. Hát Isti, ezt én nem hiszem el. Nem baj, fel lehet hozni, Patrik! Én is szenvedek itt már mióta! Menjél már! Én most fordultam úgy meg, hogy be tudjak menni a pitbe, Isti. Az szép! Hát de baszki! Hát de ez mi? Ah, szóval... Ki is mentél? Hát muszáj volt, hát ott megpördültem. Akartam bemenni. Bum, bum, bum. Mindegy. Innen felhozom. 12. Na innen, arra ezt kíváncsi, hogy hol fogunk majd találkozni, ha fogunk-e még találkozni. Nem nagyon fogunk. Ó, basszus, itt vagyok már megint mögöttük, vágod? Megszivattam magam én ezzel a pittel most. Megint beleszek szopódva ide. Jó lesz az a pit neked amúgy. De legalább tisztán jöhetek el, annyi. Tisztán mehetek egy ideig. Fú, basszus, megint fogok ezen az egyenestél. És még egy pit lesz, ami azért érdekes. Igen, ez most egy kicsit, hogy kavarty. Hűha! Majd arra figyelj, ahol... Hideg gumik. Majd arra figyelj, ahol visszakapod az irányítást a pitből. Igen, az durva. Köszönöm, hogy szóltál előre. Of course. Jó, hideg gumik. Gyönyörű. Á, de nem megy előttem! Most én hisztizek. Isti, ne legyél ámféd, légy szíves. Ja, jó, rendben, nem leszek te. Ne legyél. Nem tudom, mikor menjek majd ki amúgy, ez az én dilemmám amúgy. Ne felejtsd, hogy kétszer men, vagy kétszer kell. Tudom, bassza meg.
Hú, de csúszkál előttem a csávó. Én is csúszkálok friss gumikon, ne aggódjál. Nem friss gumikon csúszkál. Kettes lehet, hogy kéri amúgy. Kéri hát! Jajajajajaj. Ez most itt az egy legakciódúsabb versenyünk lesz amúgy. Azt a kurva hallod? Most kéne gyorsan megnyomnom hideg gumikon, hogy utolérjek valakit, akik mennek ki. És jönnek vissza a pályára. Most ezt meg kell verni? Igen, igen, igen. Nem tudok elmenni, mert a normális, de elmentem, jó? Hányadik? Atya úristen, 5. Ó, szép, ott voltam én is. De hát úgy jött, hogy volt, aki kijött pitbe, ugye? Tettem. Hú, de nagyot fékeztem, nem kellett volna ekkorát lehet. Hoppá, véletlen visszatettem egyesbe. Mondja, blokkolt a kerék. Itt kell kimenni a boxba? Ha, igen. Jó, kimegyek. A legnagyobb harc közepette megyek ide, el kell osztani, srácok. Hát nagyon kíváncsi, hogy jövök ki. 8. is kijön, 9. is kijön, ha jól látom. Hú, de nyomom de neki, de nem tudom. Addigra nem érek oda sajnos. Hú, öcsém. De nem lesztek messze így. Csak tényleg engem most... Hát mindegy. Az én nézőim tudják mi volt. Aki még nem a néző, az meg úgyse fogja megnézni, hogy mi volt. Úgyhogy nem variálok ezen. Hú, basszus. Ó, oh, 11. hely. Stabil. Stabil a stíl. Te hanyadikon vagy? 12. Oké. Okay. 9. helyre jövök vissza. Na itt kell majd vigyázni? Hát csak annyira. Oh, látom. Igen. Ah, igen. Jó, 9. helyre jöttem ki. Hát én most jövök át a rajton. Hát a következő kanyarba is egyből ízik ki kéne jönni egyébként. Fú, de jó lehet itt most jönni, nincs előttem senki. Ugye? Ó, bazd meg, a fűre kimegyek! Igen, ezzel vigyázz. Nem baj. De rosszul kezdtem meg, rosszul kezdtem meg. Jó. Mi az olajszag, valaki süt valamit? Na, Istenem, a felismeréseid így. Vagy lehet a kocsinak el... Itt a belga pályán valamit, valaki süt valamit. Mennyire nem? Jaj, de rosszul fékeztem ezt el. Hú, ezt most én is, hú, baszki, blokkolt a kerék. Totál rossz szív, Jézusom, ordít a kerék. Nem baja van. Vannak előtted, mögötted? Vannak mögöttem inkább közelebb, előttem is vannak, de messze. Tehát, hogy relatíve tudok menni saját tempót, de... De elrontottam. De elszarom folyton amúgy. Hát az abroncs is ideg még egyébként, gondolkoztam ezen. Ja, itt melegedik át kb. Ahol te most tartasz. Mármint, hogy nekem kb. Ott volt az, hogy okay, innentől lehet nyomni neki. Aha. Fú, nagyon rosszul megy most. Rajtad van a nyomás, meg minden. Én is hát mennék. Ja. Jó lenne időt menni. Én meg érnék utol legalább valakit. De nem. Ja. Jaj a homok, jaj a homok. Azon is gondolkozok, hogy mikor menjek ki majd a következőre. Tehát, hogy... Fogalmam sincs egyelőre még. Kijöttem az útra, az útról. Nem könnyű, nem könnyű kimenni. Nem. Vagy nem nehéz kimenni. Ja, Istenem, srácok. Fúha! Küldöm neki, ami a csövön kifér, de nem. Szerintem a következő kör, ennek a körnek a végén kifog. A másodikra. De blokkol! Így akartam az előbb is bemenni. Elém kijöttek. Hú. Most negyedik helyen vagyok, most még egyelőre. Te jött ki. Azt majd meglátjuk. Kijöttem a boxba egyébként. Igen? Ó, de feltart, more! Hát nincs vesztenivalóm, inkább tisztán hadd tudjak menni. Vágom. Hát, ha valami történik és valakiket utolérek.
Megint vők ebbe a rohadt izébe, hogy előtte van a csávó, vágod? Hol? Hát ebben az első kanyarban itt a hosszú után, tudod? Ó, csak ott vagytok? Az nincs is olyan nagyon messze. István, az nagyon nincsen messze. Nincsen? Jó. De most valóban, most jöttem ki a boxból. Na jó van. És ti hol vagytok? Most van egy ilyen visszafordító, tudod, az a visszafordítós rész. Ja, hát akkor az nem vagytok közel, de nem olyan nem. Nagyon sok az. Mert nem kéne most kimennék, én azon gondolkozok. Most van esélyem megcsípni őket. Még egy köröd van rá, nem? Vagy hogy van? Hát ez most a negyedik köröm, úgy igazából még van időm. Csak attól, hogy megint az lesz, hogy bele törődök, és akkor így megint nem megyek ki, elfejtek ki, mert... vagyok olyan hülye. Nagyon elő, nagyon korán. Megyek mindenhova. Elképesztően korán fékezek, az a bajom. Vágom. Igen, az autó ezt bírná később is a fékezést. Hű, de nem melegek ezek a gumik. Ja. Csak nem mered. Baszki! Ugye, ott vagy, hogy nem mered, nem mered megpróbálni. Nem, mert nem akarod eldobni se a kocsit, igen, az a baj. És az, okay. Az... És fényi különbség van az a kettő között. Igen. Mert egy picit elfékezed, ezt eldobod a picsába. Tehát ez ja. Nincs olyan, hogy visszahúzod meg ilyesmi. Mert ha az elmegy, aha, mint most, egy picit több fék volt. Egy éppen, hogy csak picit, és meg is pörögtem István. Csodás. De nem sok volt, érted? Persze. Tehát, hogy éppen hogy, de hát ez benne van. Hát jó, így... köszönöm, megyek ki. Eldöntöttem. Ez a baj, így nem sok esélyem maradt. Nagyon eldobtam. Ó, de megint mi van ezzel most te? Húha! Megint eldobtam magát. Na most kell egy nagyon jó kört menni, mert most vagyok az első helyen. Te ki. Nem, most kellett nekem is kimenni, baszta meg. Igen. Felszartam. Miért? Hát, mert hogyha kimentem volna, akkor ugyanoda jöttem volna ki, mint nagyjából, mint ők. Vágod. Aha. Most nagyon jó időt kéne menni, hogy be tudjak majd utána férni eléjük. Hát, akkor menj egy nagyon. De ők most izén mennek, azért azt vedd figyelembe, hogy ők most szargumin mennek, mármint, hogy hideggumin. Nem számít amúgy. Biztos, hogy számít, persze. Ők se tudják oda betenni. Na, majd meglátjuk. Most tényleg egy jó, egy nagyon oda kéne koncentrálnom. Én is igyekszem, de nem. Szántok fel mindent. Egyelőre jó, ez az eleje még mindig jól megy amúgy ennek. Én is ezt mondom. Ez a nagy megpörgésem nem kellett volna, akkor szerintem esélyes lennék egy jobb helyre. De hát így nem, mert tudod hol vagyok most? Most jöttem át ezen a szopatós részen. Most vagyok az egyenesben. Ó. Oh. Elképesztően messze mindentől. Hát figyelj, 700 nem méterre van elé. Tőlem. 700 méterre van tőlem. Az remek. De nem bírná ez eléjük. Az autó, hallott, hogyha sokkal rövidebb féktávot vennél. Igen. Nagyon... és lecsúszok. Szinte kéri egyébként. Nem jössz ki eléjük? Nem fogok szerintem. Azt nézem, hogy... hát... nagyon neccesen esetleg, nem tudom. De az biztos, hogy nem lesz rossz az eredménye még szerintem, mert jó helyre fog... relatív. Ja, jó megcsináltad magadnak ott a bulit, az jó volt. Ja. De lassú volt a kanyar. Amúgy vannak kanyarok, ahol egyszerűen nem merek fékezni, mert tudom, hogy pici fék, és közben kanyarodni kell, és eldobja a seggét. Igen. Füben vagyok, Isti! Ó, én is voltam már többször. Jó, kimentem. Ó, nagyon durván be fog előzni, már lát. Fúha. Hát az utolsó kör, én srácok jelenleg a top 3-ban. Nem, ő is, második is kijött. Az mi jött ki? Nem volt kint? Hát szerintem ő sem volt akkor még kint.
Megállok, hát egy negyedik helyre szerintem talán visszakent, nagyjából. Most hányadik vagy? Ma most még első, de hát most jönnek el. Most vagyok második, harmadik. Negyedik, bazd meg, ötödik. Hát ez szép lesz, utolsó körön sok fog múlni. Dehogy fog, mire még kimegy innen. Harmadik hely! Na, ja, mert nem negyedik, fordultak negyedik. El, nem? Nem fordult, ezek szerint valami volt, ja, na jó. Akkor ezen próbálom javítani még itt, most aztán mindent bele, utolsó. Iha. Mindent vagy semmit alapon. Hát nekem ez nagyon gyenge lett ez a verseny is. Ó, Istenem! Gyenge lett? Hanyadik vagy? Utolsó. Oh. Figyelj, volt az elején a box utcás dolog, arról úgy, ötödik helyről úgy gondolom nem én tehettem róla. Tényleg így megpörgettek, utána meg még ahogy megpörögtem, még valaki előről belém jött. Aztán utána jöttem volna felfele. Aztán megpörögtem, igen, mondjad csak. Megpörögtem magamtól. Gyönyörű. Most az első helyre hajtok nagyon durván. Áááá! Mindent vagy semmit alapon megyek már. Ez jó volt, mindent vagy semmit alapon. Próbálok itt izé szerencsejátékkal játszani, meg minden, meg itt próbálok adulni, de... Én is. Azért eldob nem akarom, mert második hely sem a ronda amúgy. Ó, nagyon nem. Főleg ezen a pályán, érted? Íh! Le a fűre, bazzeg, jó? Ez kettes. Első hiszem, hogy elfordult-e, jó Isten. Tud meglepetést okozni az azaz, autó. Azaz, igen. Még ennyi kör után is amúgy. Mert most kezdem el dobálni, mert már így mindegy, tudod? Igen, igen, vágom. Mit tud, mit nem. Bedobom a kanyarba, hármasba, majdnem jó is volt. Óristen, Patrik, óristen, itt vagyok tőle egy centire. Júj. Az még tud finom lenni. Ez nagyon. Ez most lassú volt nekem. Hú, Patrik, az utolsó kanyarokba el fog dőlni. Az a baj, ott már nincs nagyon előzési opciót. Ahogy nincsen. Nem! Második hely! Nagyon a francba! Nem baj, jó de az! Az nagyon-nagyon jó. Hidd el, hogy nagyon jó. Jó az. Ó, basszus. 254, nem. 253 a legjobb kör. Oh. Fú, srácok, hát sajnálom, pedig meg lett volna, meg tudtam volna fogni. Ott volt, van az a kanyar, ami nagyon ilyen hosszú, ilyen bal kanyar. Aha. És van benne egy törés, tudod, hogy először úgy még tudod teligázzani, amit utána kicsit fékezni kell rá, vagy legalábbis engedni kell, és akkor van egy határozottabb része, ez még a célegyenes vezető sikán előtt van. És ott egy centire voltam tőle, aztán ott én nyomtam egy féket, mert nem akartam. Mennyi a te legjobb időd? 2:53. Azt hogy van? 5:40, várj, mindjárt mondom. De hogyha rámész, hogy van egy ilyen végén egy race results. Csak ne lép ki. Aha. Itt van egy race results, ott meg tudod nézni. 2:53:549, neked meg 2:43. Azt a kurva! 2:43? Ja, de mondom nekem az elején a... Jó, mindegy, nem fogok panaszkodni. Csak tényleg de hogy mentél ilyen jó kört? Hát mit tudom, én nem tudom. Egyedül voltam 2, végig. 10 másodperccel basszus jobb, mint az enyém. Nekem volt olyan köröm, amikor egyedül voltam végig? Szerintem volt? Nem tudom. Na mindegy. Na mindegy. Srácok, azért ez egy... Hát nekem ez egy jó verseny volt végül. Patriknak sajnos nem. Nekem egy jó tapasztalás volt egyébként. Tudom, nem, ebben a játékban nem szabad kockáztatni helyzetekben. Azt vettem észre, hogy nem szabad bedobni. Defenzíven kell, igen. Igen, abszolút, de tényleg egyébként, mert itt nem szabad, mert nem vigyáznak rád picit se. Ja. Úgyhogy nem szabad, de ez egy jó tapasztalás volt, mert a következőben már így fogok játszani. Úgyhogy ennyiből jó volt egyébként. Úgyhogy ja. Ja, srácok, reméljük, hogy élveztétek egyébként, én élveztem. Én is. Szeretitek még ilyet, akkor lájkot csapassatok mindenképpen. Yeah, jók legyetek, szevasztok!